A Pumi ma már a Puli mellett a legismertebb terelőkutyánk. A fajta őshonos. A 17.-18. században a magyar pusztán alakult ki a néhány puli és egy csoport hazánkba látogató francia terrierkutya a keleténél szorosabb barátságából. A kapcsolatból született kiskutyák mindkét szülő jó tulajdonságait megtartották. A pulinál rövidebb szőrűek, a fülük terrieresen levicsaklik. Felnőve terelőkutyaként gyorsan népszerűvé váltak a pásztorok körében, hiszen mindenfajta jószág mellett jól dolgoztak. Ez a fajta 18. század végén, 19. század elején keletkezett, amikor is Franciaországból behoztak merinói fajta birkákat, lecserélendő a Magyarországon őshonos racka birkákat, a jobb szőr, jobb gyapjú minőség elérése céljából. Ekkor még az állatokat természetesen nem kamionnal, vonattal hozták Magyarországra, hiszen ilyenek nem is voltak, hanem lábon hajtották, és hogyha már lábon hajtották, természetesen a franciáknak is szükségük volt terelőkutyákra, és francia terrier típusú terelőkutyák jöttek a birkanyájakkal együtt. Ezek a kutyák itt Magyarországon párosodtak, keveredtek a magyar pulival. Ennek a két terelőfajtának a keveredéséből alakult ki aztán a magyar pumi, ami szemlátomást hordozza magában azt a terrieres mozgást, azt a terrieres vérmérsékletet, amit a franciáktól hozott, és ugyanakkor magában rejti azt a mérhetetlen okosságot, alkalmazkodást, alkalmazkodó képességet és munkaképességet, amit a magyar puli adott ehhez a fajtához. A pumit először standard formában leírták 1920-as években, ekkor Rajics is Emil határozta meg, hogy hogy kell kinézni egy puminak, és alapvetően ma is ennek a standardnek alapján tenyésztik tovább a fajtát. Hosszú ideig a magyar terelőkutyák, tehát a puli, pumi és a mudi, azok keveredtek, vegyesen fordultak elő különböző formákban, majd pedig a standard meghatározása után egy folyamatos tenyésztéssel ma az itt látható formát és vérmérsékletű észbeli képességű kutyát láthatjuk és használjuk és tenyésztjük tovább. A pumi egy közepes, illetőleg a közepesnél egy kicsivel kisebb termető kutya. A marmagassága a 45 centi körül mozog. Több színben létezik. Megtalálható fekete színben, amit itt a hölgynél látunk, sötét szürkében, ezüst szürkében, fakóban, illetőleg fehérben. Ami jellegzetessé és kimondottan kedvessé teszi a pumit, és ami meg is különbözteti a pulitól, ez a feje elsősorban. Ha látjuk, egy kicsi terrieres beütést látunk a fejen, egészen egyenes a stopfonala, és fölálló, végén egyharmadban levicsakló fül, aminek a játékával mindig a jellemét, illetőleg a pillanatnyi állapotát, jókedélyét is tudja mutatni. Látszik ő rajta nagyon szépen. Ez a kis jószág a standardhez igen közel álló, ez is szürke, és nagyon jó méretű. Ő egy 42 centi marmagassággal rendelkezhet, ugye természetesen a kanok mindig magasabbak egy kicsit, mint a szukák. Ő egy kislány. A faroktartása pedig szintén fölülről indul, és az ágyéktájra jön vissza. Ez az ideális, amikor mint egy ilyen körformát ír le. A terrier jelleg rányomja még a hátulsó végtagok alakulására is. A csontozata is ennek megfelelően alakul. A szőrzete az ilyen tincsekbe álló göndörkés szőr, és most is a fülét nagyon szépen mozgatja, ez az érdeklődés jele, amikor ilyeneket csinál.
A Pumi egy négy lábon járó vitalitásbomba, amelynek energiája kimeríthetetlen. Rendkívül éberebb. Véleményét, észrevételeit mindig hangos csaholással tudatja. Sajnos ennek a szomszédok nem mindig örülnek. Nagyon-nagyon okosak, nagyon-nagyon sok oldalúak, tehát a legkülönbözőbb dolgokra lehet őket alkalmazni. Amellett, hogy egy nagyon könyörtelen szelekció által alakultak ki a régi időkben, mert a szegény embernek nem lehetett tartani egy semmire kellő kutyát, tehát nagyon hamar végezték csúnyán az olyan kutyák, amik nem voltak jók, viszont ezáltal olyan kutyák maradtak ránk, amik rendkívüli képességűek. És így a mi korunkra már olyanná vált a fajta, hogy gyakorlatilag egy rendkívül jó sport és munkakutya és családi kutya is. Nem a kandalló mellett alvó fajta, ezt lehet mondani. Nagyon-nagyon intelligens, és ezáltal szüksége is van rá, hogy az agyát is használja. Úgyhogy mindenféleképpen foglalkozni kell vele. Tartható lakásban is, de csak abban az esetben, hogyha maximálisan biztosítják számára a mozgás lehetőséget, mert az egész életét pörgéssel tölti. Semmiféle ilyen szocializációs problémája nincsen ennek a fajtának, úgyhogy tökéletesen el van mindenféle közegben. Ahogy szoktatják gyerekkorától fogva, sokan munkahelyre hordják be, de a legkülönbözőbb helyzetekben, tehát tényleg mindenhol alkalmazkodik. Annak ellenére, hogy eredendően pásztorkutya, mégis azt lehet mondani, hogy ha valaki tudja biztosítani becsületesen azt, ami ennek szüksége van ennek a kutyának, akkor nyugodtan tarthatja lakásban is. Alapvetően természetesen pásztorkutya. A pásztorkodási munkának is a legkülönbözőbb formáiban nagyon jeles, tehát szürke marhákat képes igazgatni akár egy ilyen 12 kilós állat, ami nagyon nehezen hihető talán első ránézésre. Ugyanakkor viszont a mai körülmények között a legkülönbözőbb kutyás tevékenységekben, tehát modern sportokban, ügyességi sportokban nagyon jól lehet használni, nagyon szereti, tehát kiéli tulajdonképpen az ösztöneit, a játék szenvedélyét azzal, hogy ilyen sportokban vesz részt a gazdájával, de még akár például a mentőszolgálatban is katasztrófa kutyaként is alkalmaznak pumikat. Jó van, hopp, a pumiszőre túl sok ápolást nem igényel, de azért az tévhit, hogy abszolút semmit nem kell vele csinálni. Igenis, valamennyire csomósodásra, nemezesedésre hajlamos fésülni mindenféleképpen, illetve kiállításra azért a sztendernek megfelelően a pofián igazítani kell a szőrét, illetve elől és hátul a fenekénél is szoktuk egy valamennyire nyírni, igazából inkább igazítani, mint különösebb cicomázást vagy szobrászatot rajta. Havonta azért mindenféleképpen ajánlatos átfésülni, hogy ne kelljen utána vele órákat, viszont ha havonta át van fésülve, akkor egy 10 perces munkával kész van a kutyusnak, és szép ápolt szőre van. Nem tudom, ellen lehet állni egy ilyen tekintetnek, egy ilyen kiskutyának. És mint nagyon sokan mások, én is gyakorlatilag véletlenül cseppentem bele a pumis társadalomba, és vettem meg az első kutyámat, ugyanilyen szép aranyos. És későbbiek során maga a jelleme, az, ami megfogott, az örökké bohókás, kedves, vidám, és olyanokat tud csinálni, hogy érzi szabályosan a gazdájának minden rezdülését, minden egyes gondolatát. Ha fáradtan megyek haza, este mellém ül, simogatásra késztet, bohóckodik, játszik körülöttem, mindaddig, amíg fel nem tud vidítani. Mindazonáltal mellette még egy igazi temperamentumos, kemény dolgozókutya is, a Pumi. És egy csodálatos élmény, amikor látja az ember, hogy a birkanyáj mellett elindul, mozog, szalad, és csinálja azt, amit évszázadokon keresztül őseinek elejének csinálnia kellett. A Pumi kisméretű, alacsony fogyasztású kutya, amely megjelenésében le sem tagadhatná a terrier felmenőket. Imád szerepelni, a figyelem középpontjában lenni, bohóckodni, ezért elsősorban aktív, mozgalmas életet élő családoknak ajánlható.